Köszöntöm nézőinket, önök a Telena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mivel készültünk. Tolnát és a mözsi városrészt is érintő felújításokról döntöttek a képviselők. Tavaly sem történtek kirívó bűncselekmények a városban. Ma jár is osztunk a vándorló szépkorúakkal. Tolnát és a mözsi városrészt is érintő felújításokról és civileknek szóló pályázatokról is döntöttek a település képviselői legutóbbi ülésük alkalmával. Mutatjuk a részleteket. Idén is kiírta a már szokásos közművelődési pályázatát Tolna önkormányzata, sőt a képviselő testületi ülésen a már jócskán megemelt forrás felosztásáról is döntés született. Nagyon sokáig 2 millió forintos keretösszegre pályázhattak a tolnai civil egyesületek, aztán ezt felemeltük 3 millió forintra, de tekintettel arra, hogy az igény még ennél is nagyobb volt, a képviselőtestület a korábbi döntését módosította, és a 3 millió forintos keretösszeget 4 millió forintra emelte fel. Összesen mintegy 4 millió 700 ezer forintnyi kérelem érkezett be, és így gyakorlatilag majdnem mindenki meg tudta kapni azt az összeget, amit szeretett volna. Nagyon fontosnak tartom én magam is, és a képviselőtestület is, hogy a civileket anyagilag is támogassuk. Nyilván az anyagi támogatáson túl igyekszünk olyan fórumokon tájékoztatni őket egyébként a civil életről, és mindenféle formában szeretnénk segíteni nekik, hiszen a Tolnai Kulturális Központ rengeteg civil egyesületnek fizikailag helyet ad, és a programjaik akár összekapcsolódhatnak egy-egy városi rendezvényel, úgyhogy mi számítunk rájuk, és most ezzel a döntéssel azt bizonyítottuk, hogy ők is számíthatnak ránk. Szintén jó hír, hogy 2023-ban ismét várják azok jelentkezését, akik különösen szép rendben tartják a lakóingatlanjaikat. A Városházán ugyanis döntöttek arról, kiírják a Gondos Gazda Virágos Porta nevű környezetszépítő pályázatot. Két kategóriában hirdetjük meg a versenyt, az egyik egy családi házas, a másik pedig egy társasházas verseny, mert hogy nehéz összehasonlítani a családi házakat, meg a családi házak környezetét a lakótelepi ingatlanoktól. Úgyhogy ebben a két kategóriában hirdetjük meg már évek óta. Én nagyon bíztatok mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy egy picivel is szebb, gondosabb, otthonosabb az ő háza, annak a környezete, az jelentkezzen erre a versenyre, hiszen mindannyian büszkék vagyunk arra, hogyha valamit mi csinálunk, és azt megmutathatjuk másoknak, az meg, hogyha nyerünk is egy versenyen, az nyilván még valami pluszt ad ehhez a dologhoz. Minden évben készítünk egy kis táblát, hogy ebben az évben ennek a versenynek az első 3 helyezettjébe bekerült ez az ingatlan, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa. Én azt gondolom, hogy Tolnán alapvetően rend van. Mi nyilván a közterületek gondozottságáról, szépítéséről gondoskodunk, de azt látjuk, hogy a családi házas és a társasházi övezetekben is van olyan ingatlan, és egyre több szerencsére, ahol nagyon nagy gondot fordítanak arra, hogy a lakókörnyezetük minél szebb, minél tisztább, minél rendezettebb legyen. És én arra is bíztatok mindenkit, hogy nem kell, hogy kertész által épített kert legyen, és nem kell, hogy olyan pázsit legyen, mint amit körömollóval nyírtak le, hiszen itt nem ez a cél, itt a cél az, hogy a szakmai zsűri lássa azt, hogy gondoskodnak az ott élők a közvetlen környezetükről, úgyhogy én bízom abban, hogy tekintettel arra, hogy május végéig lehet beadni ezeket a pályázatokat, hogy amikor a szemlebizottság ki fog menni, akkor már teljes pompájában tud virágozni az udvar és a kert. A Szentháromság szobor felújítása érdekében rendkívül széleskörű összefogás alakult ki Tolnán. Az építmény tulajdonosa az önkormányzat, de civilek alapítványt hoztak létre, hogy ezzel segítsék a tatarozási munkához szükséges pénzösszegyűjtését. A munka egyébként hamarosan elkezdődik, most arról döntöttek a képviselők, hogy a város pontosan mekkora összeget különít el arra. A szobor ez Hajdanán közösségi felajánlásokból épült, aztán ez 200 évvel ezelőtt volt,
Aztán közösségi felajánlás volt az is, amikor ezt felújították, ezt a szobrot, és most újra egy ilyen közösségi kezdeményezés indult, amiben nagyon nagy támogatást élvezett egyébként ez a cél. Szerveztünk is egy közös programot, csináltunk egy kis filmet, volt egy koncert, amin jelentős összeg folyt be. A kuratórium közvetlenül felkeresett vállalkozókat, és folyamatosan hirdette, hogy hol, milyen módon tudják támogatni az alapítványt. És most úgy döntöttünk, hogy 5 millió forinttal támogatjuk mi is ezt a kezdeményezést. Gyakorlatilag elkezdődött már a szobor felújítása. Ez nem feltétlenül a fizikai megvalósítást értem ez alatt, hanem nyilván mindenféle örökségvédelmi engedélyeket beszereztek, ezt meg kellett terveztetni, itt kivitelezőt kellett kiválasztani, ezeket lebonyolította a szervezet, és úgy tűnik, hogy rendelkezésre áll az alapítványnak az a mintegy 15-16 millió forintos összeg, amibe ez kerülni fog. Úgyhogy nekiálltak, és reményeink szerint még ebben az évben be is tud fejeződni a kivitelezés, úgyhogy én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy egy széleskörű összefogás volt, nyilván egy nagyszabású ünnepség keretében fogjuk felavatni az új Szent Háromság szobrot. Eközben zajlik a TOP pluszos pályázatok előkészítése is. Már most megvannak azok az irányok, melyek kiemelt helyet kapnak majd a fejlesztések között, és az előzetes tervek elkészítése is folyamatban van. Ennek nyomán szeretnénk a fejlesztéseinket majd megvalósítani a következő uniós ciklusban. Ugye mi korábban nem pályázhattunk a TOP pluszos pályázatokban, erre majd most a közeljövőben nyílik először lehetőségünk, és igyekeztünk azokat a pályázatokat előre venni, ahol konkrétan tudjuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és ez alatt most azt értem, hogy ugye itt összegeket is és fogalmaztunk meg, tehát gyakorlatilag akkor, amikor megfogalmaztuk a fejlesztési irányt, akkor egy körülbelüli támogatási igényt már felmértünk ebben, de mégis úgy tűnik, hogy vannak olyanok, amik között esetleg lehet átjárás. Értem ez alatt azt, hogy a városközpont további rehabilitációja, amiben mi szeretnénk bevenni a Szent István teret, a Szent Háromság teret és a Hősök terét, illetve van egy olyan ötletünk is, hogy a városon keresztül menő főút, tehát az 51-12-es út melletti buszmegállókat is, azok környezetét szeretnénk megújítani, illetve a Dunapart második ütemét is. Az előző uniós ciklusban egy nagyon nagyszabású felújítás történt a Dunaparton, de van, ami nem tudott beleférni a támogatási összeg csökkentése miatt, úgyhogy ezeket is szeretnénk még megvalósítani, de egyelőre, tehát ezekben, mivel az élhető települési tengelyen fognak ezek megjelenni, itt lehet átjárás ezek között. De dolgoznak a szakemberek az energiaárak elszállása miatt egyre sürgetőbb költségcsökkentő fejlesztések kidolgozásán is. Megvan, hogy Tornaváros mennyire pályázhat, ez mintegy 460 millió forint, és sportlétesítményeket szeretnénk korszerűsíteni, úgy, mint a sportcsarnokok, a Lehel utcai csarnok, a Lovarda és a Sportszékház. Nyilván itt ahhoz, hogy be tudjuk adni a pályázatot, bár még nem kellenek részletes tervek, de mégiscsak meg kell mondani, hogy mit, mennyiért szeretnénk megvalósítani, és ahhoz, hogy ezt ki tudjuk választani, vagy ezekben legalábbis sorrendet tudjunk felállítani, ehhez már kellenek előzetes tervek és előzetes számítások. Tehát korábban már döntöttünk arról, hogy egy energetikussal egy ilyen előzetes terv elkészítésére kötünk szerződést. Most pedig arról döntöttünk, hogy a Mözsi Alkotóház és Játszóudvar megtervezésére is, illetve a tervek előkészítésére is lefolytatunk egy beszerzési eljárást. Vagyis a tervek szerint a Mözsi városrészben található egykori napközi épülete is megújulhat hamarosan. A Mözsi Alkotóház már ugyan átadtuk a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak használatra, de nyilván ők ezt a forrást nem tudják egyedül biztosítani, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nekünk magunknak is fontos az, hogy a település részen
is újuljanak meg ingatlanok, illetve az is, hogy a jelen pillanatban egyedüliként működő német nemzetiségi önkormányzat is. Hozzáteszem, hogy ők is nagyon sok pályázati forrásból már megkezdték ennek az épületnek a felújítását, de ugye a cél az, hogy legyen a település részen, és legyen a német nemzetiségnek is egy olyan alkotóháza, ami széles körben nyitott lehet, úgyhogy ezért velük egyeztetve és a mözsiekkel egyeztetve egy alkotóházat, illetve egy kvázi játszóudvart szeretnénk létrehozni a volt napközi épületében. Úgyhogy ezekről született így első körben döntés, és nyilván, ahogy pontosabb számaink lesznek, akkor a többiről is döntés fog születni, és aztán mi beadjuk a pályázatainkat, és itt útfelújítás is lesz, és egy csomó minden más is, tehát például a belvízvédelmi, tehát a csapadékvízvédelmi problémák megoldására is fogunk pályázatot benyújtani. Itt már korábban kiválasztottuk a tervet illetve az előkészítő tervet elkészítő szakembert, illetve azt, aki majd várhatóan összeállítja magát a pályázatot, és ha ezt megnyertük, akkor tudunk gyakorlatilag újabb beszerzési eljárásokat, közbeszerzéseket esetleg lefolytatni, és én remélem, hogy ez a mind-mind, amit eddig elmondtam, ez a sokszor végtelennek tűnő bürokratikus rendszer után valóban az első kapavágás meg tud kezdődni. A képviselők legközelebb májusban üléseznek majd. Tavaly sem történtek kirívó bűncselekmények Tolnán és a város környékén. A helyi rendőrös munkatársai hozták azokat a számokat és statisztikákat, amiket egy évvel korábban elterveztek. Tolna vármegye és azon belül a névadó település is nyugodtan mondhatóan nyugalom szigetének, már ami a bűnözési statisztikákat illeti. A helyi rendőrös munkatársai ugyanis egész évben teljes erőbedobással dolgoznak azon, hogy a helyiek és a környéken élők valóban biztonságban érezhessék magukat. Nem volt ez másként 2022-ben sem. Minden területen meg tudtuk tartani, gyakorlatilag mind bűnügyi, mind közlekedésvédelmi, mind pedig a közlekedés biztonság szempontjából meg tudtuk tartani az előző évhez elvárt számainkat, amit magunk elé támasztottunk, igazából van, amit még javítani is tudtunk, de gyakorlatilag minden eredmény úgy alakult, ahogy szerettük volna. Tolnán nagyjából két évvel ezelőtt közlekedési munkacsoport alakult az önkormányzaton belül. A szakértőkből álló testületben a rendőrség helyi munkatársai is helyet kaptak. A cél az volt, hogy racionalizálják az utakat használók számára a helyi KRESZ szabályokat. Gyakorlatilag Tolnán egy átfogó közlekedés szervezés történt az elmúlt időszakban, bár a bevezetése most már lassan egy éve megkezdődött, de ezt előtte egy komoly munka előzte meg, amelyet egy önkormányzat által felállított munkacsoport hajtott végre, melynek a vezetője a polgármester Ulbert Zoltán vezetésével történt. Be voltak szakmai szervezetek, polgárőrség, rendőrség, tehát így a rendőrség részéről is delegálva lettünk, aki ebbe nyilván szakmai szempontból próbált segíteni, vagy úgymond élhetőbbé tenni a közlekedést Tolnaváros területén. Szinte az egész város ugye fel lett osztva részletekre, ami minden egyes részt egyenként meg lett vizsgálva. Ennek alapjául egy csomó utca egyirányúsítva lett, pont azért, hogy könnyebben elférjenek az autók, egymás mellett szükek voltak az utcák, muszáj volt az egyirányúsítás, parkolási rendát lett kicsit alakítva. Most ez az emberek nyilván volt ideig hozzászokni, mert fokozatosan, tehát részenként lett település, részenként lett ez bevezetve, tehát nem egyszerre lett oda öntve a tolnai közlekedők elé, hanem fokozatosan lett bevezetve. Ami azt jelenti, hogy először egy településrész, majd utána az követő településrész, és szép fokozatosan hozzászoktak. Vagyis az átszervezésből komolyabb fennakadások nem voltak, és várhatóan már nem is lesznek. Úgy látom, hogy hozzászoktak nyilván, aki pedig nem szokott hozzá, ott pedig a rendőrinknek muszáj már szankcionálni, tehát őnek is kormányrendelet és egyéb jogalkotó vagy jogszabályok alapján
kötelezettségük van ebben kapcsolatban, maga jogszabályok betartatásával kapcsolatban. Tolnát Szekszárd irányából a 6-os út határolja, Dombori felé pedig az 51-12-es halad át a városon, de itt az M6-os és az M9-es is, mondhatjuk tehát, hogy a település nagy forgalmú utak közvetlen közelségében fekszik, ezért itt különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük a rendőröknek a közlekedés biztonságra. Ami ugye Dombori fele vezet, ami az 51-12-es, azon olyan túl nagy változások nem lettek. Onnan a behajtások a szűkebb utcákba, amik le lettek korlátozva gyakorlatilag 7,5 tonnára, hogy ne telephelyként használják az utcákat a nehéz tehergépjárművek. Tehát maga az út, tehát a főútot nem érintette a korlátozás változás. Parkolás szempontjából némileg itt a központi részt, de az pedig előtte is már hasonló módon működött a parkolás. A közlekedés biztonsági szempontból pedig, amire számítani lehet, hogy tehát fokozottan ellenőrzik kollégáim, és ezt évszaktól függetlenül, tehát nem csak a tavaszi, nem csak a nyári, és nem csak az idegen vagy a turisztikai szezonban a biztonsági öv használatát. És ezt is nyilván azért teszik, hogy minél kevesebb, már egy halálos baleset is nyilván sok, de a halálos baleseteket meg tudjuk előzni, és a súlyos sérülések kialakulását is. Ezért tehát egész évben kiemelten ellenőrzik a városban és annak környékén az ittas vezetőket, a biztonsági öv, valamint például a gyerekülés használatát. Tolna járás területe tartozik gyakorlatilag hozzánk, ez magába foglalja, ugye Tolna-Mős településrészt is, Fad, Fácánkert, illetve Bogyiszló, és ehhez tartozik, mi ugye van egy turisztikai üdülő területünk, a Dombori, ami inkább a nyári időszakban június elejétől és augusztus 20-áig vagy augusztus 31-ig ad fokozott a feladatot, de ennek ellenére nyilván a téli időszakban is a lakatlanul hagyott nyaralók és egyéb javaknak a megóvását próbáljuk fokozottan ellenőrizni, illetve a Nagy-Dunának egy része, ahol szintén nyaralóvezetes részek vannak, Doromlás, Homokirámpa, Bónifok, Kik bezárólag egészen a Siózsilipig, a tolnai rendőrs illetékességi területéhez tartozik, de ez összességében egy ilyen 16-7000 lakosú vagy főt érint. Tolna víziváros, ezért itt nagy hangsúlyt kap az élővizek védelme is. A rendőrség munkatársai ebből is jócskán kiveszik a részüket. Hála Istennek a helyi önkéntes és hivatásos halőrök, tehát nagyon sokat segítenek bennem, mi is segítünk nekik, tehát úgy gondolom, hogy ez is visszaszorult minimálisra. Tolnán tehát a helyieknek nincs okuk panaszra, ami a közbiztonságot illeti. A rend őrei ugyanis mindent megtesznek értük, és a vagyontárgyak védelme érdekében. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk Attellen a magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tehergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges.
20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Május 1-én egész nap forgattak stábjaink, átmentünk Tolna vármegye második legkisebb településén Murgán is, és mit ad Isten, jókedvű tolnaiakkal találkoztunk ott. A vándorló szépkorúak ugyanis ott töltötték a munka ünnepét. Az 50 fős lakossági létszámot alig lépi túl Murga, de május 1-én benépesül a település. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre ugyanis évről évre itt tartja meg retromajálisát. Ez a murgai lakosság számára és a tolnai vándorló szépkörűek, baráti körének a tagjának a számára. Ez 4 éve ezelőtt született meg ez a gondolat, hogy jöjjünk egyszer el Murgára. A lakosságnak is egy kikapcsolódás, egy ünneplés a május, egy a idősebb korosztálynak visszatetszik a régi hagyományok, és retromajálist terveztünk meg. Sok-sok programmal, délelőtti programmal a lányok lent sütik a lángost, a kihagyhatatlan murgai lángos, és babgulyást fogunk ebédre főzni, és akkor megvan a reggelizés, akkor utána nekiállnak ilyen társas játékokat játszani, például Murgán van egy nagyon szép kuglipálya, kuglizás lesz, kislabdadobás lesz, kvízkérdések lesznek, pingpong lesz, ilyesmivel fogjuk a délőtöt eltölteni, ebéd után még akkor jön a kulturális program. Egyre nagyobb a látogatottság, ahogyan kaptuk előjelzést, körülbelül a 150 főre készítjük a babgulyás 2 bográsba. Először nem volt olyan az első rendezvény olyan nagy létszámú, egy olyan 70-80 voltunk, de csak most Tolnáról 82-en jöttünk. Egy nagy buszra jöttünk 52 fővel, és a többiek még vállalták, hogy eljönnek autóba, mert ezt a szép napot itt akarják Murgán tölteni. Nagyon-nagyon szoros barátságok jöttek létre Murgán. Nem csak a falu vezetőivel, ők Tolnán laknak, nagyon sokat köszönhetünk nekik, hanem már itt a lakossággal. A szervezet számára fontos, hogy tagjait ne hagyja magára. Olyan programokat szerveznek, amik mindenkit kizökkentenek a szürke hétköznapokból. A csoportnak szinte 90%-a egyedül élő magányos ember, és minden időt kihasználunk azért, hogy együtt legyünk a magányosságból, az otthonnak a magányából kiszólítjuk az embereket, hogy társaságban legyen. Ezzel megelőzik azért a befordultságot, a magányt, a demenciát, mindent, és nagyon szeretik az emberek a rendezvényeket, nagyon szívesen jönnek. Nagyon szívesen eljönnek Murgára, vállalják azt is, hogy korán reggel fölött kelni, 7 órakor jöttünk Murgáról, vállalják azért, hogy együtt legyünk, együtt ünnepeljünk, egy nagyon szép, felejthetetlen napot töltsünk el. A tolnai vándorló szépkorúak baráti köre bővelkedik rendezvényekben, a nyári időszakra is megvannak már a tervek. Március 8-án nagyszabású nőnapot tartottunk Tolnán a Magházba, és most csak a férfiak dolgoztak. És most a hölgyek vállalták azt, hogy jövő hónap 19-én lesz ivónap, de pont akkor lesz a városnapja, és egy pár nappal el fogjuk tolni. Van nekünk egy nyári rezidenciánk a Festeti utcába, és ott férfi napot a hölgyek fogják a férfiakat megvendégelni, megünnepelni. Murga örömmel látja vendégül a népes társaságot, akik ha csak egy napra is, de szint visznek a kicsiny falu életébe. A konyhán a szorgos kezek azon munkálkodtak, hogy egy gyomor sem maradjon üresen, lángossal látták vendégül az érkezőket. Május 1-e és az ahhoz kötődő közösségi programok fontosak a mai napig a nagy többségnek. Mert szép idő van, szép helyen vagyunk, és jó emberek között. Mennyire szokták megünnepelni évről évre egy május 1-ét, illetve miben változott az előző évekhez képest? Hát, amikor gyerekeink voltak mindig a gyerekekkel, most meg már külön-külön majálisozunk, nem mindig, de most ebbe a csoportba másodszor vagyunk itt. Mi régiek, ugye úgymond, még a május 1-ére emlékszünk az ászló fővonulásokra. Egy kicsit úgy bennünk van, jól esik május 1-én, mintha fővonulnánk egy ilyen kis faluba, aranyos. Hát mi is ilyen nyugdíjas busszal jöttünk ide, úgyhogy Tolnáról. Hát még egyelőre mi is lapogatózunk, hogy milyen, megnézzük, most jöttünk. Először vannak itt? Először. Itt igen. Hát
Emlékeztünk erre a Murga falura itt lent, csak hát sokkal szebb most ugye az egész, úgy emlékszem, viszont nagyon régen jártam itt lent, talán 10-12 éve. Míg a férfiak az ebédre szánt levest főzték, addig az asszonyok a levesbetét elkészítésén szorgoskodtak. A jó levesbetétnek megvan a maga titka. Jó kemény legyen, utána meg, hogy jó simára ki legyen gyúrva. 1 kiló liszthez 10 tojás, só, össze kell állítani, és utána ilyen kis cipóka formájuk. És utána próbáljuk simára kisodorni, és ilyen ügyesen kicsit. Az estében nyúló rendezvény jó hangulatban telt Murgán, a Tolnai Társaság szervezésében. Köszönjük, hogy minket néztek az elmúlt percekben, viszontlátásra!